mély szegénységben élők felzárkóztatását is segítette az a most zárult projekt, amely Nagykálon kívül további 6 hátrányos helyzetű településen zajlott 2018 óta. Az erről tartott tájékoztatón elhangzott, a 7 településen összesen 200 ember munkaerőpiaci mentorálását, támogatását szervezték meg az elmúlt időszakban. Jelentős részük a járásközpontban él. Volt, aki szakmához is jutott. 2 képzésünk volt, ami kimondottan szakmához segítette, ugye a bolti ellenős konyhai kisegítő, ami kézzelfogható OK és bizonyítvány, illetve a többi tanfolyam tréning az elsősorban az elhelyezkedésüket próbálta elősegíteni, ugye az egy nagyobb létszám, ugye 160 fő vehetett részt rajta. A társadalmi felzárkóztatáson túl a család és a helyi kisközösségek összetartó szerepét erősítő számos közösségi programot is szerveztek a településeken. Simon Miklós országgyűlési képviselő elmondta, a 2021-ben zárult uniós ciklusban a nyírbátori választókerület 33 településére 75 programban összesen 8,6 milliárd forint jutott humán szolgáltatások fejlesztésére. A választókerület többi részén, Jelesű Piricse térségében és Nyírbogáton hasonló 500 milliós nagyságrendű programok valósultak meg, így lefettük a teljes választókerületet. Ez másfél milliárd forint. Plusz Nyírbátorban megvalósult a gyermekvédelmi program több mint 600 millió forintért hasonló célzattal. Simon Miklós országgyűlési képviselő arról is beszélt, a szociális szolgáltatások fejlesztésére a pandémia miatt kevesebb forrás áll majd rendelkezésre a következő uniós ciklusban. A támogatások nagyobb részét ugyanis a gazdaság élénkítés célzó intézkedésekre szánják majd.